Jó estét kívánok, a híradót látják itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban 2016. március 7-én hétfőn 19 órakor híradásunk tartalmából. Elkezdték a Kaiser-gyár bontását, lakásokat építenek majd a helyén. Katona vagyok én, országőrizője, történelmi csapatversenyt tartottak a piarista iskolában. Újabb győzelem, ezúttal az Érd ellen szerzett 3 pontot a Futura Moson-Magyaróvár. 99 alkalmazott munkája szűnt meg, amikor a Debreceni Csoport Kft. 2011 májusában bezárta a Moson-Magyaróvári Kaiser húsüzemet. Ezt akkor azzal magyarázták, hogy a város körben ötte a gyárat, nem bővíthető, hűtőháza miatt pedig veszélyes üzemnek számított. Itt állunk a volt Moson-Magyaróvári Kaiser gyár előtt, és ahogy jól látható, a hátam mögött már megkezdődtek a munkálatok. Elbontják a gyár több épületét, és hamarosan lakásokat fognak majd itt kialakítani. A városi önkormányzat tavaly döntött úgy, hogy a mosoni városrész rehabilitációja miatt megvennék a volt Kaiser gyárat, és az üzemen kívüli lepusztult épületeket elbontanák. Ez meg is valósult, a munkálatok pedig nemrégiben elkezdődtek. Az épületek egy részét elbontják, de a Szent István Király utca felőli részt felújítják majd. A Szent István Király utcai épület megmarad és felújításra kerül. Itt az Aranyos-sziget utca felől lakótelkek kerülnek kialakításra. A Szent István Király utca felőli épületrészt pedig a város akarja hasznosítani. Olyan céllal, hogy egyrészt a rendészet kapna itt elhelyezést, és az ahhoz kapcsolódó irodákat alakítanánk ott ki. A közbeszerzést a város üzemeltető és fenntartó Kft. Nyerte, így ők végzik a bontási munkálatokat. Az Aranyos-sziget utca felől található részeken építési területeket alakítanak ki, amik a tervek szerint nyárra készülhetnek el. Szerencsés helyzet adódott, hogy egy úgynevezett barna mezős területek rehabilitációja pályázat került kiírásra, amin szeretne a város elindulni, és ezeknek a munkáknak a jelentős részét ebben a pályázatból kívánja elvégeztetni. Az önkormányzat terve, hogy a gyár lebontott részei helyén társasházi beépítést kapjon a terület, ezeket licit útján értékesíti majd a város. Ezúttal egy korabeli népdal kezdősorát választották a piarista iskola házi történelem versenyének mottójául. Az általános és középiskolások azonos témában, de különböző nehézségű feladatokat oldottak meg. Cserényen magyarok, még várat édeni, előre magyarok, éljen a haza! Egni hősök, előre! Csata kiáltással készültek a csapatok a piarista iskola történelmi versenyére. Nem ez volt az egyetlen előzetes feladat, bármakettet is kellett készíteniük. Mindegyik építménynek megvolt a maga különlegessége. Ezúttal a 16. század a várháborúk kora köré fonták a feladatokat. Ez egy izgalmas és dicsőséges korszak Magyarország történelmében. Szerintem tele van érdekességgel, viszonylag könnyen tanulható, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a diákok is élvezik ezt. A diákok ezekkel a történelem versenyekkel egyre jobban megismerik Magyarország történetét. Azt gondolhatnánk, hogy ez a korszak csak a fiúkat érdekli, pedig volt lányokból álló csapat is. Szeretjük a történelmet, és így könnyű volt. Meg ez izgalmasabb, mint a többi rész. Vannak olyanok, amik mondjuk gyarmatosítás, azok annyira nem. Ezek úgy jobbak. A feladatok nem csak a lexikális tudást mérték, hanem együttműködésre is késztették a tagokat. 4 éve osztálytársak vagyunk, úgyhogy már van egy kis rutin így ebben az egész versenyzésben, meg a csapatmunkában. Azért is nagyon jó ez a verseny, mert itt nem csak olyan feladatok vannak, amik ilyen, tehát hogy azt mérik, hogy mennyire tudjuk az adott korszakot, hanem nagyon sokban mérik a kreativitást is. Tehát az olyan feladat például, amikor egy esszét kell írni, vagy amikor elő kell adni egy jelenetet, akkor az azt is mutatja, hogy mennyire vagyunk kreatívak, mennyire tudunk együtt dolgozni, és ez nagyon vicces is szokott lenni adott esetben egy ilyen jelenet. De ilyen volt még az activity is, nem hiányozhatott a vaktérkép sem, és hibás állításokat is fel kellett fedezniük, ki kellett tölteniük a totót, valamint villámkérdésekre kellett helyes választ adniuk. Azt sem tartotta vissza a diákokat, hogy a versenyt péntek délután szervezték meg. A héten újra ki lehet helyezni az ingatlanok elé a barna hulladékgyűjtő edényeket.
A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ugyanis újra elszállítja a zöld hulladékot. A téli időszakban jóval kevesebb zöld hulladék keletkezik, azok elférnek a családi házaknak díjmentesen biztosított komposztáló edényekben is. A részletes hulladékszállítási rend megtalálható a közszolgáltató internetes oldalán. Holnap Hegyeshalomban a tornacsarnokban lesz véradás. Délután 3 és este 7 óra között várják a segíteni szándékozókat. Minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat vért. Személyi azonosító okmányt és tajkártyát feltétlenül vigyenek magukkal. A Moson-Magyaróvári járási ügyészség 11 külföldi származású elkövetővel szemben emelt vádat minősített embercsempészés miatt. Közülük 5 szemét az ügyészség bűnszervezetben történő elkövetéssel vádol. A vádirati tényállás szerint a vádlottak 2014-ben legkevesebb 10 alkalommal legalább 42 koszovói állampolgárnak nyújtottak segítséget az államhatár illegális átlépéséhez és a migránsok Nyugat-Európába jutásához. A hosszabb időre szervezett összehangoltan működő bűnszervezet célja a koszovói albán személyek illegális úton történő Nyugat-Európába juttatása volt. A bűnszervezet tagjaként elkövetett embercsempészés büntetési tétele 2-től 16 évig terjedő szabadságvesztés. Gyermekpornográfia büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást a helyi rendőrkapitányság V. Martinnal szemben. A 22 éves férfi 7 olyan képfájt töltött fel, illetve elektronikusan más számára tett hozzáférhetővé, amelyeken egy 14 év alatti lánygyermek volt látható a nemiségét súlyosan szemérem sértő nyíltsággal ábrázolva. A Moson-Magyaróvári férfit január 18-án délelőtt elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki az ügyben. A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsított engedéllyel használta szomszédja vezeték nélküli internet hozzáférési jelszavát, így más személy internetes címéről követte el a bűncselekményt. A Moson-Magyaróvári rendőrkapitányság V. Martin 22 éves helyi lakossal szemben gyermekpornográfia büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntető eljárást a napokban befejezte, és az iratokat vádemelési javaslattal a járási ügyészségnek megküldte. Szombaton délután a tabellán 11. helyezett érdet fogadta a Futura Moson-Magyaróvár. Az MB3 21. fordulójában sima hazai sikert ígért a papírforma, ennek ellenére az MTN-nek alaposan meg kellett küzdeni a győzelemért. A centerpálya használhatatlansága miatt a Wittmann Park műfüves pályájára kényszerültek a csapatok és a szurkolók is, akik ezúttal ingyen szórakozhattak az eddig bombaformában játszó MTE idei második hazai mérkőzésén. Mundi passzolt Bonernek, aki nagyszerűen emelte a vendég védők mögé. Kiválóan érkezett a labdára magas földi, aki egyből a kapura rúgott, félmagas lövése pedig kertész kapujában landolt. 1-0, váratlan és gyönyörű gól volt az 5. percben. Sajnos gyorsan egyenlítettek a vendégek. A 14. percben Kelemen Patrik tört kapura. Véleményes helyzetben Zsirai rúgta el a labdát is, ám a játékvezető büntetőt ítélt. Palásti állt a labda mögé, és nem is hibázta el a 11-est. A gól a mieinket zavarta meg jobban, és az érdát is vette a játék irányítását. Újabb gól viszont nem született az első fél időben. Cserélt a szünetben Király József a hazaiak mestere, aki a 3 meccses eltiltásából visszatérő Jasarevicset küldte a pályára. Meg is változott a játék képe. Az 51. percben először Palásti kapott sárga lapot, miután az 5-ös sarkánál lerántotta Jasarevicset. A megítélt büntetőt magas földi végezte el határozottan. 2-1, újra vezettünk. A mérkőzés mindent eldöntő gólját a rendkívül agilis Jasarevics szerezte. A néhány perccel korábban beállt Szénás István nagyszerű paszt adott középre, a védők között kilépő Moson-Magyaróvári csatár pedig csodálatosan emelt a zöldek kapujába a 87. percben. 3-1 lett a vége. Jó színvonalú mérkőzésen megérdemelt győzelmet aratott az MTE. Úgy gondolom, nem vallottunk szégyenet, az hozzátartozik az igazság, hogy a végén egy kicsit elfáradtunk, és akkor már elég sok helyzete volt a Moson-Magyaróvárnak. Csapata idei harmadik győzelmének örülhetett a hazaiak vezetője. Ez egy verejtékes győzelem volt, de azt gondolom, hogy teljesen megérdemelt. Sőt, a második fél idő alapján már megvoltak a helyzeteink is, ugye több kapufát is rúgtunk, tehát nem mentek be. Az a nagy dolog, hogy egy ilyen meccset meg tudsz nyerni, amikor nem megy olyan jó játék a csapatnak, de mégis győzöl. Legközelebb a Wittmann Antal Parkban, március 19-én a 3. kerületi TVE csapatát fogadja a Moson-Magyaróvár. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. Most a hétvégi Futura Moson-Magyaróvár Érd MB3-as labdarúgó mérkőzést közvetítjük.
Friss hírekkel holnap este is a szokott időben, azaz 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!